Sziasztok, kicsomizók! Mimi vagyok. Nézzétek, milyen szép rózsaszín dobozt kaptam ma. Nézzük is meg, mit rejteget. Leveszem a tetejét, és... Ó, egy boríték! Nézzük is meg! Szépen megfordítjuk. Így. Felhajtjuk a tetejét. Tadam! És kivesszük belőle a kérdést. Ott van Wally meg egy UFO. Na nézzük is a kérdést. Mi történik egy űrállomáson? Fú, szerintem rengeteg mindent. Bár most bevallom, ezt Csocsótól tudom, de egy csomó mindent kutatnak fent az űrben. Például a rák ellenszerét. Belegondoltatok már, mennyi rejtély lehet odafenn? Mi mindent nem tudunk még. Hát igen. Például, hogy Kiki melyik bolygóról jött. Jaj, Csocsó! Ne legyél gonosz! De most tényleg, mennyi műhold van már fent? Egy csomó mindent meg tudnak már figyelni. És mennyi inaktív műhold is van már? Tiszta Wally lesz az egész. Hát lehet az lesz a következő, amit kifejlesztenek. Egy pici Wally, aki kering körülöttünk és szeregeti az űrszemetet. Milyen menő lenne már? Kicsomizók, ti tudjátok, miről szól a Wally? Hogy mi volt a lényege? Írjátok meg a közösségi fülön! Indul a kutatás a játék után! Ezeket a labdákat arrébb rakom. Na, hol is lehet a játékunk ma? Itt alul nem látok semmit. Hol lehet? Az is lehet, hogy nem fér bele a dobozba. Hát de akkor most mi lesz? Nem találtam semmit. Akkor ma hogy fogunk kicsomizni? Aha! Nem fér bele a dobozba, hogy én mondtam. Úgy látszik, igazam volt. Ez egy Lego Friends! Méghozzá Mars űrállomás és rakéta szett. Ugye milyen menőn hangzik a neve? 8 éves kortól ajánlott. Ez a szett az űrös témájú legókhoz tartozik. Itt vannak a szereplőink. Olivia, Evelyn, Julian. Nagyon szép nevek. Na, de most nézzük meg a doboz hátulját. Úgy. Asta! Mennyi mindent mutat itt meg hátul. Ezt az egész szettet át lehet rendezni. Látjátok, tiszta moduláris. Aha, szerintem ezek a narancssárga elemek teszik lehetővé. Na, de majd meglátjuk. Még űrcica is van. Jaj, de édes. Én, ha elmennék az űrbe, biztosan hoznék magammal egy űrcicát. Vagy egy űrkutyát. Aha, itt az űrrakéta, látom, itt vezetnek valamerre. Itt találkozik egy UFO-val? Jaj! Remélem, hogy jól sülnek el a dolgok. Ó, és így nyílik ki majd a űrhajónak a kapuja. Itt lesz a kommunikációs központ. Látom, nagyon sok kamera van ott. És a következő... Ó, igen, természetesen mindegyik hajósnak kell egy kis relaxáció. Úgyhogy egy jó kis pihenőszoba is van. Na de én már elő is készítettem mindent. Látjátok, mennyi csomag van? Iszonyú sok. És itt lesznek majd a használati utasítások, amit mindjárt kinyitunk. Úgyni. A tetőt fel... és a csomagokat kihúzni a csomagolásból. Látjátok? Már ki is vettük. Ez újra hasznosítós papír. Ez tök jó, hogy már papírba van. Régen műanyagba volt, így már sokkal barátibb. És azt is tudom, hol a helye. Na de, ez az útmutató az 1-es, 2-es és 3-as zacskókhoz tartozik. Ez viszont a 4-eshez. Látjátok? Ott színes, amit építhetünk belőle. Ez az 5-ös. Itt fog akcióba lépni az űrcica! És a 6-os. Még lesz egy 7-es. Milyen sok zacskó van benne? Annyira izgatott vagyok, hogy mindegyiket megépítsem.
még egy nyolcas is van. Ez lesz majd a kommunikációs központ. Na de mi kezdjünk a rakétával. Itt vannak a matricák. Nézzétek, milyen sokféle. Van egy ágyunk, meg zöldségünk. Mindenünk, amire szükségünk lehetne. Látjátok? Itt mutatja, hogy bárhogy építhetjük őket össze. Milyen sok darab lesz majd? Majd variálunk azért sokat. És akkor az első szereplőnk, aki meg lesz építve, az Olivia lesz. Na de ezt majd talán később. Inkább a menő rakétát építsük. Először is bontsuk ki az egyes csomagot. Tudtátok, hogy a Lego műanyag helyett papírcsomagolást fog használni? Milyen menő már? Úgyni. Ez ide. És jöhet az első matricánk. Ami ez a nagyon kényelmes fekvőhely lesz. Úgyni. Pontosan ragasszuk rá. Úgy. És mindjárt megvan. Tökéletes. És most jönnek rá a következő darabok. Egy ide és egy oda. És már kész is van az irányító központ. És ezt a csodálatos központot át lehet változtatni egy fekvőhelyé. Jó, mi? Most már tudom, hogy fér el oda minden menő cucc. És jöhetnek a szupermenő lila ablakok. És látjátok, ide jönnek majd a sárga légzsiripek. Ezekkel lehet majd összekapcsolni a többi elemmel. És itt van egy óriási lila üveg. Hát ha már az űrbe vagyunk, csak kinézünk, nem? Állati menő lett. Imádom, hogy az ágyat át lehet varázsolni egy megfigyelő központtá. Na, meg is építettem az egész szettet. Itt van az űrcicánk. Miau! Olivia. Evelyn és Julian, meg persze a kis cuki űrlényünk. Na figyeljetek csak, ez itt az űrrakétánk eleje. Hú, nagyon jól néz ki, nagyon szeretnék egy ilyenben egyszer lenni. Itt van a rakétánk alja. Ezek a lábacskák segítenek neki leszállni. És itt van az a része, amit mi építettünk együtt, és ez lesz majd a közepe. Na, így lehet összekapcsolni a darabokat. Bum! Meg is van! Egy szempillantás alatt. Jól működnek ezek a légzsilipek. Tadám! És már kész is van a szuper menő galaxikus űrhajónk. Nagyon menőn néznek ki ezek a részek összekapcsolva, nem igaz? Na itt éppen Evelynt láthatjátok egy marsjárón. Fú, nagyon menő. Megy felfedezni a vörös bolygót. Nagyon kíváncsi lennék, hogy vajon mit rejtegethet. És persze küldeni is fogja az adatokat az űrállomásnak. Na itt meg Olivia van. Ő most itt épp egy finom forró csokit készít. Jó kis pihenőszobájuk van, mi? És nézzétek! Ki lehet itt nyitni? Ez annyira menő, igaz? Itt minden megvan, ami egy pihenőhelyhez kell. Itt csak fogja a kis csokit vagy kávéját, leül, nézi a tévét egy picit, és relaxál. Meg természetesen a csokit is megeszi, ami van az asztalon. És most becsukjuk. Hagyjuk pihenni egy picit. És következik dam-daram az űrcicánk. Na, persze meg a bejáratunk. Milyen izgi lehet a Marson? Fú, azért én egy kicsit félnék,
De attól még a látványok, meg a dolgok, amiket megtudunk, biztos csodálatos lenne. Szia, űrcica, jó a szkafandered? Ez pedig itt a bejárat. Van itt valamilyen óraszerű kilincs? Talán ez méri a hőmérsékletet? Ki tudja? Nézzétek, ha ezt felhajtjuk, akkor kinyílik az ajtó. Ezzel a két kis fekete tekerővel ki lehet nyitni az ajtókat. Ugye milyen menő? Tudjátok, ez arra szolgál, hogy légmentesen tudjuk ki bejárkálni az űrben. Ú, nagyon tetszik ez a szett. Most már én is egy űrutazó szeretnék lenni. Nézzétek, így össze lehet kapcsolni egyszerűen. Na de mondja nekem valaki, hogy nem lehet botanikus kertet csinálni az űrben. Vagy növényt termeszteni. Hát tessék, itt vannak a friss zöldségek, amik az űrben teremtek. Kellenél több? Szerintem nem. Nálam kaptál egy nagy zöld pontot. Pam, és visszahagyjuk. És most már meg is van a mi kis központunk. És itt van az a hely, ahol az űrhajósok fel tudják venni a szerelésüket, vagy megtalálni azokat a szerszámokat, amiket keresnek. És itt van egy mozgatható WC. Nagyon menő, hogy így körbe-körbe megy. Ahogy nézitek csak, itt van egy napelem, ezt látja el energiával az állomást. És itt van egy mini drón. Hát nem cuki? Nyilván ez is napelemes. Pup, le is vesztük egy pillanatra. Csak hogy közelebbről meg tudjuk figyelni. Látjátok, ilyen propellerrel működik. Na ezt hova kapcsoljam? Oda vagy oda? Há, inkább ide. És itt van a vezérlőközpont. Innen irányítják a drónokat, és ide érkeznek a marsjáróról az adatok. Látjátok, mennyi fényképet készítettek, és mennyi érdekességgel? Haj, bele se tudok gondolni, hogy mi van akkor, ha egy UFO-val találkoznak odafenn. Én nem tudom, mit csinálnék. Vagy futnék, vagy megállnék, hogy milyen cuki az a kis UFO. Már ha cuki. Itt pedig egy jó kis antenna. Ez pedig egy kapszula, amiben vizsgálni tudjuk az űrlényeket. Na, ezt is kapcsoljuk ide. Úgy. Tökéletes. Meg is van a mi kis központunk. Mindennel, amire szükség lenne. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit vizsgálhatnak egy ilyen űrállomáson. Azt mondjuk sose értettem, hogy mi történik fent a felesleges dolgokkal. Űrszemét lesz belőle? Vagy újra hasznosítják? Hát lehet, hogy meg kéne kérdeznem Wallit. Ő lehet, hogy többet tud erről. Elképesztően jó ez a szett. Tele érdekességekkel. Na de most alakítsuk át. Látjátok, hogy mennyiféleképpen lehet átépíteni? Most a rakétából kivettem egy elemet. De nézzük megint másképp. Ez is egy opció lehet. Látjátok, most sokat alakult. Ez csak a ti fantáziátoktól függ. Mindenki úgy építi össze, ahogy neki a legjobban tetszik. De még mindig nincs vége. Kölcsön kértem Csacsótól egy szettet. Ez egy Lego City űrkutató labor. Látjátok, itt egy űrhajós, egy mozgássérült űrhajós, és egy mini, cuki, földön kívüli. Ez pedig itt egy bolygókutató jármű. A legjobb benne, hogy a kerekesszékes is tudja vezetni. Ezek itt a hajtóművek. Látjátok, ha így ezeket lefordítjuk, tud majd repülni. És ide rá tud állni a kerekesszékes. Fú, nagyon menő.
indulhatsz felfedezni! És nézzétek, ide le tud parkolni! És az üvegbúra alatt egy idegen faj növekszik. És látjátok, ezen is van légzsirip, úgyhogy összekapcsolható a többi szettel. Nagyon menő ez az üvegbúra, nagyon bírom! Tisztára olyan, mint egy üvegház. Bárha üvegház, akkor oxigén is van, nem igaz? Na de nézzünk is bele egy picit. Aszta! Milyen sok minden van itt! Ez egy botanikai torony. Látjátok, tiszta idegen fajokkal. Azon is sokat szoktam gondolkozni, hogy mi van, ha valami elromlik az űrhajón. Akkor a meglévő dolgokból készítenek valami helyettesítő tárgyat? Vagy mint a filmekben jön egy másik űrhajó és hozza a segítséget? Meg kell kérdeznem Csocsót, ő sokkal több mindent tud erről. Látjátok? Össze lehet kapcsolni mindkét szettet. Tök jó, hogy ilyen moduláris az egész. Jól jöttek ezek a narancsárga légzsípek. Hát szerintem mindent megnéztünk. És nagyon pöpec volt. Na sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. És írjátok meg a közösségi fülön, hogy ti felmennétek el a Marsra. Pápa! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!